6 év szünet után játszik ismét bajnoki meccset Nyíregyházán a DVSC, 2014-ben az NBA nyitófordulójában 1-1-re végzett a két csapat. A másodosztályban 7-szer, összességében pedig 27. alkalommal találkozik egymással a Spari és a Loki. Az NBA-ből történt kiesés követően az azonnali feljutás megcélzó Debrecen a legutóbbi fordulóban 3-0-ra verte a Dorogot, és 27 ponttal vezeti a másodosztály tabelláját. A Nyíregyháza 2-0-ás vezetésről idegenben 3-2-re kikapott a Budaörstől, így jelenleg 19 ponttal az 5. helyen áll Gálhéri György együttese. A vezetőedző szerint a Debrecen az esélyesebb, de mindent megtesznek azért, hogy Nyíregyházán tartsák a 3 pontot. Én azt gondolom, hogy a Debrecen nyitott könyv mindenki számára. Évek óta ugyanazt a játékrendszert használják vagy játsszák minőségi játékosokkal, de nem egy csapatra való játékos, hanem két csapatra való jó játékosuk van, NB1-es játékosuk van. Az eddig eredmények is azt bizonyítják, hogy botlottak, de azért tulajdonképpen ezt a kiegyensúlyozott, nagyon kemény NB2-t is magabiztosan vezetik. Tehát az előjelek nem túl jók, de a futballban minden előfordulhat. Igyekszünk azon lenni, viszont a svedjük, igyekszünk azon lenni, hogy a jobbik arcunkat, illetve azt, amit most egy fél időn keresztül produkáltunk, azt igyekszünk kitolni 90 percen keresztül bemutatni. Szeretnénk meglepetést okozni, mert azért a papírforra mellettük szól, de mondom, a futballban minden elképzelhető. A Debrecen vezetőedzője Kondás Elemér abban bízik, hogy Nyíregyházán folytatni tudják jó sorozatukat. Ebben a mai vírushelyzetes világban és sose tudja az ember, hogy esetleg mit hoz a holnap. De azt mondom, hogy csapat sikerre vette a hazai mérkőzést a Dorog ellenit, úgyhogy az ellenfélnek helyzetelen volt. Nyilván ez biztató. Az biztató, hogy azért kidolgoztunk jó néhány helyzetet. Még viszonylag jól is használtuk ki őket, bár lehetett volna még egy kicsit jobban is, de ne legyünk tehetetlenek. Úgyhogy várjuk a következő mérkőzést, ami egy rangadó, és a rangadó azok mindig tartogat pikantériát. Nyilván úgy készülünk erre a találkozóra, hogy egy jó meccset szeretnénk játszani, meg szeretnénk nyerni ezt a találkozót, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mit tudunk megvalósítani. A Nyíregyháza Spartacus Debrecen mérkőzés vasárnap 19 óra 30-kor kezdődik a Városi Stadionban. A 13. forduló további párosítása a következő: Soroksár Szolnok, Dorog Siófok, Deac Csákvár, Pécs Gyirmút, Kaposvár Szeged, Ajka Vasas, Békés Csaba Szentlőrinc, Kazincz Balcika Szombathely és Győr Budaörs.